megmutatni a nézőknek? Igen. Ilyenkor el szoktál menekülni, most játszol, most játszani akar, ilyenkor nem akar beköszönni a nézőknek. Vagy nézzük csak. A kis vadállat. Happy hour, fahé hey time. Srácok, na látjátok, ezért jó, hogyha itthon van az ember. A kiskutyájával tud reggeli csinálni. Ez a best. Jó van, na. Nem kell ennyire nyalogatni, minden rendben van. Eldöntöttétek, hogy nektek is kell egy kis kutya? Hát igen. Most már itt van. Nem eszi meg az ujjam. Nem, nem. A kis tacsígen. igen. Mondtam srácok egy tegnap nektek, tehát gyakorlatilag fahé, hogyha nem látnátok rajta, ő egy, amúgy egy Doberman. Csak uh, kislávakkal kislábakkal született, de ugyanannyira durva. Tehát valami eszpéletlen. Na, jó van, Faéka, elég lesz. Úgyhogy ennyi. Olvasok a kommenteket. Nem, nem. <laughs> a nézettség megugrott, az biztos. Ő egy törpetacskó, igen, aki még esetleg nem hallott róla. Ő egy törpetacskó, és hát már nem is lő lesz nagyobb. Kb. ekkora marad, mint most. Mas maximum erősödik. Na mi az? Lefekszel ide? Igen. Lefeküdt aludni, srácok. Látok? Nem már nem fúlás, így itt Nagyon kis aranyos. Még álmos. Törpe Doberman tacskó. Így van. Amúgy van egy... Fegyük tényleg állat. Mármint hogy hár az én nem agresszív vagy ilyesmi, de... Ha tud azért, ő is tud mérges lenni. Főleg ö, nagyon szeret mindenkire ugatni. Aki nem tetszik neki. Valami egyébként ez nagyon vicces, hogy Alapvetően mindenkivel barátságos, tényleg. Ö, mert mindenki úgy, úgy áll hogy úgy van vele, hogy Úr Isten, de aranyos! És kávé, hogy mindenki összeszarja magát tőle. És... na, no. És... Ö, alapvetően tényleg mindenkivel barátságos, meg, meg simán meg lehet simogatni, tehát nincs semmi baj a faika, menj nem kényelmetlen lesz ez neked. Ö, és... Na azt akartam nektek mondani, hogy valami kialakult benne, én nem tudom, hogy mi. Higgyétek el, hogy semmi közöm nincsen hozzá. De hogyha, uh, hogyha meglát az utcán egy akár hajléktalant, vagy akár egy uh, csövest a képe kukázik, Jézus Isten, hogy milyen durván bepörög, olyan szinten elkezdi ugatni, én nem tudom, hogy miért. Ez komolyan mondom, nem tudom miért van, de nagyon durván ugat, ugatja ezeket az embereket, nem tudom. Fogalmam sincs. Pedig értitek, hát most miért? Nem tudom, miért van ez. Nem tetszik neki, az biztos. Alapvetően mondjuk a bicikliseket se nagyon szereti. Na jó, de azokat még talán nagyon durva. Lehet a szaguk miatt. Az lehet egyébként. Az lehet. Csak őket igen. Patrick, általában őket, meg még régebben volt, kialakult benne egy ilyen ö, kicsi, ö, rózsaszín pufi kabátos, szőrös kabátos ö, kislány szindróma, ö, na őket is ugatta, mert egy az egyik kislány nagyon megijesztette, mikor még kicsi volt, mert futott oda hozzá, hogy milyen aranyos, és nagyon megijedt tőle, úgyhogy utána őket annyira nem szerette, de persze nem támadott meg senkit, vagy ilyenek, de ja, vannak ilyenek, na mindegy amúgy igen, az lehet benne van sonzi, hogy tényleg nagy szatraik vannak, meg sötét ruhájuk. Hát, ja, a fene se tudja. Hogy ne szeretné Pistit? Bár nem sokszor találkoztak, de akkor nagy a láv, amikor itt van Pisti. Persze. <coughs> Team Fahé. <laughs> az biztos kb. az kutyák 90%-a megugatja a biciklist. Hát lehet, nem tudom. Amúgy faik annyira nem. Nem ugatja a bicikliseket. Amik, inkább, inkább tudjátok mikor akkor szokott nagyon megijedni, akár a biciklisektől is, amikor sötét van már. Akkor azért jobban fél. És akkor úgy jobban be tud, hogy felhúzza magát. Na mindegy. Faika egyáltalán nem rasszista. Ebben nem volt rossz. Nem mondtam semmit. Azt mondtam, hogy hajléktalanok, vagy a, akik éppen kukáznak, azokra ugat. Legyen az bármilyen bőrszínű ember. De tényleg. Mindenkire, aki ilyesmi ugat. Nagyon durva. Hát ahogy látjátok, nem mentem be. De az is lehet, hogy ez mögöttem egy green screen, és amúgy mögöttem nincs semmi. Hát ez sose derül ki. Lehet, hogy bent vagyok egyébként az irodában. Milyen idő van nálunk? Most nagyon kellemes, mert uh, általában úgy szoktam csinálni, hogy itthon, hogy uh, hogy éjszakára ilyen időzítőre rakom a klímát. Hát, uh, úgy kézzétek el, hogy nagyjából hogy ketté lehet választani a lakást. És uh, ez a nappali, meg a úgymond itthoni iroda rész, uh, rá így beszoktam időzíteni a klímát, hogy reggel hatkor kor bekapcsolják a nyáron, és akkor pörgeti, és egész, egész faszán le tudja hűteni ezt az egész uh, részt. Úgyhogy ez a régi iroda rész, úgy nektek, a régi stúdió rész. Ez nagyon király le tud hűlni. Így reggel. Home office stream van, srácok, már all day home office stream lesz. Ami azt jelenti, hogy mindenféle elvetemi dolgot fogunk csinálni. Jó lesz. Zsír az új HH setup. <laughs> hát pedig ez nem az, srácok, mondom, ez nem happy hour, ez egy reggeli napindító. Hát ez ilyen. Nálunk az esti klíma, kiítjük az ablakot. Mondjuk egyébként tegnap, amilyen idő volt, Jézus Isten, tök jó. Este ilyen, ilyen 19-20 fok volt, legalábbis itt Debrecenben. Nagyon királyul lehűlt a levegő, az hatalmas, gigantikus vihar miatt. Egy csomó helyen láttam, hogy kidőltek a fák, meg, meg, meg ráestek autókra fák. Nem tudom mi volt tegnap, de amúgy tényleg elég ilyen ítéletidő volt azt látta. Itt is amúgy Debrecenben nagyon szakadt az eső, meg dörgött az ég, de amúgy annyira nem volt. Legalábbis nem tudom, itt, itt a környéken akkor így mondom nektek, mert sétáltam tegnap, meg ilyesmi, itt nem volt annyira nagy vész. De azt tudom, hogy, hogy, hogy itt több keleti városban nagyon durva eh, vihar volt. Azt hiszem püspökladányban talán, ott még jégeső is volt, az itt nem volt, ha jól tudom. Nagyon durva. És Kisvárdán volt, azt láttam. Kisvárdán láttam videókat, Jézus Isten. Ami ott volt, az nem is tudom, hogy mi. Hiperciklon. Vagy fogalmas is, hogy hogy mondjam. Az tényleg nagyon kemény volt ott. Peste? Mordor? Mord Mord Mordor? Mordorban nem volt esős, sütött a nap. Egy csepp se esett. Sepp se volt. Hát az úgy szívás, akkor ott meleg volt, gondolom. Mondom, itt, itt azért szép, szépen, szépen szakadt az eső. Na. Durva, hogyha meg lehetett dögleni. Kemény. Srácok, nem fogunk reggel játszani, ilyenkor még reggel van. Reggel játszani egyébként, én nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én nem tudok. Tudom, hogy nagyon sokan szeretnek reggel játszani, sőt, vannak olyanok, hogy korábban kelnek fel, hogy még a meló előtt egy kicsit toljanak valamit, de hogyha valami olyan, olyan, játék van, ami ilyen, ilyen egyszerűen hihetetlen brutális, akkor és újdonság, és nagyon-nagyon érdekel, akkor talán leülök, de valahogy reggel sose tudtam olyan faszán játszani. Nekem mindig ez a délután meg este. Reggel még ilyenkor nem annyira, nem annyira érzem magaménak ezeket a dolgokat. De lehet csak én vagyok így egy ezzel. Nem valószínűleg az is benne van, hogy nagyon ö, keveset játszottam régebben single player játékokkal, és multiplayer játékokat reggel játszani az ilyen, fú, az nagyon, nagyon kockának kell ahhoz lenni szerintem. Hát a, re a reakcióidők még így reggel azért még ilyenkor bútol a system. Hát most nem azt mondom nektek, mondjuk egy-két óra múlva biztos tudnék játszani, de mikor így fel kell az ember, Jézus. No. Bár emlékszem, régen egyébként akkora kocka voltam, te jó Isten. Régen akkora kocka voltam, hogy... Hát általában az volt, hogy... Ö, én, korlátok közé volt szorítva a játék azért kisebb koromba, mert azért mindenek van egy határa. Egyébként szerintem ez teljesen jó is volt, és a szüleim részéről ez egy maximálisan tök jó döntés, hogy, hogy korlátozták ezt a dolgot, mert akkor valószínűleg akkora kocka lennék, hogy szerintem ki sem mentem volna még annyit sem a levegőre, mint amit voltam régebben, na mindegy. Ö, és amikor viszont volt egy kivétel régen, amikor az unoka átjött hozzám, na no, akkor elszabadult a pokol, mert ott akkor tudták, hogy milyen királyú lehet tudunk játszani, egyébként akkor is csésztünk már. Na és akkor azt csináltak az unokatestvéremmel, hogy kihasználjuk az időt, hogy felkeltünk hajnali négykor, és nyomadtuk estig. Tehát az az ilyen ITV, csak hogy mert tudjátok ki az időt, mert mint egy napra játjött, vagy ilyesmi unokat, és sem is, Ő is tudta, hogy minél hamarabb fel kell kelni, mert, ha olyan korán felkeltük, emlékszem, még, a, még nem is láttam így. Ráadásul akkor még nem voltak olyan faszák a monitor, akár ilyen csík szemmel nyomtam. Nagyon, nagyon durva volt. Hát igen, ezek régen voltak, fasz, fasza is voltam úgy. Jó volt. Hát ki kellett maxolni a napot, igen. kemény hát ez ilyen srácok mondom amikor lehetett akkor azért fullba nyomtuk. ez pontosan így volt egyébként enni meg ö, vécézni kimentünk ki és gyakorlatilag ez volt az egész nap amúgy megmondom őszintén hogy néha tök jó ilyen napokat tehát én most is tehát például meg, én megmondom őszintén hogy nagyon örülök hogy, hogy nálunk így megmaradt ez a LAN szokás vagy hogy mondjam Tudjátok, hogy szoktunk itt tényleg a, a Spirit Mölc tagjaival, most már akkor így mondom, összejárni, lanozni. Néha, amúgy is jó, mert ugye a csapatnak az egyik része Pesten van, legalább tudunk személyesen is talizni. Meg egyébként most már a csapatnak lehet, hogy egy nagyobb része is Pesten lesz, de mindegy, erről nem beszéltek. Szóval, mi, ilyen szempontból is jó, hogy egy eleve találkozunk. Másrészt meg ez, hogy egész nap együtt kockultok, ez, ez akár hiszitek, akár nem, de ez, ez, a mai napig nagyon jó. És nagyon menő. Tudom, hogy sokak nem tudom, nem, nem biztos hogy így képzelik a napjaikat, de jó, jó dolog a lanozás. Menő. És összesen lehet hasonlítani egy azzal, hogy most megbeszélitek, hogy ö, játszatok egész nap együtt, csak úgy, hogy felmentek Discordra, tehát ezt így összesen lehet hasonlítani. Nagyon vicces. Főleg mikor multiplayer játékokkal játszatok, és valaki elcsesz valamit, és élőben oda tudsz venni, hogy mi a fasz csinálsz. Tehát ez a legjobb az egész. <laughs> Csak viccelek. De amúgy tényleg nagyon király lanozni. É én, én, is, amúgy igen, Blá is, örülök, hogy neked is ennyire tetszik bláj. de tényleg én is mindenkinek ajánlom, hogyha vannak ilyen ismerősétek, akár kezdjetek el most összejárni, mert nagyon fasza. Itt a nyár, best. Nagyon-nagyon király. tényleg. Régen volt ez divat, én tudom, hát akkor még ugye amiatt is jártak össze az emberek lanozni, hogy akkor még nem, nem volt mindenkire mondjuk internete. Tehát, hogy vagy annyira szar volt ilyen betárcsázós, hogy, hogy nyomatták a, land lant az emberek. Nyom, nyomni kell. Dominik, én annyira megmondom őszintén, hogy nem örülök a nyárnak. Szeretem a nyarat, meg a nyarakat, mert ilyenkor rohadt szép a természet, meg, meg, meg tényleg jól néz ki minden. Meg, lehet pólóba járni, de ez, ez az atommeleg, ez nem nekem való. Tehát ö, nekem mindig is egyébként, mióta élek, a kedvenc, ö, ö, hogy is mondjam, évszakaim azok a tavasz meg az ősz volt. Tehát így nekem mindig, mindig is ezek voltak a kedvenceim. A nyarat azt, azt, azt azért szerettem, persze, mert nem volt suli régebben, de egyébként ö, az időjárás miatt no. Nem. Tehát így, így, volt olyan, amikor mérlegeltem, hogy inkább iskolába járnék a hidegbe, mint hogy a, a kurva melegem legyen nyáron, úgyhogy, ja. Ö, Grossi, köszi a kérdés, hogy megyek-e nyaralni valahova. Vagy megy, megy, megyünk-e? Együtt Pistivel nem megyünk. Pisti fog menni nyaralni. Ráadásul nem is, nem, nem sokára. Tehát júliusban megy. És akkor majd Hát, ha jól emlékszem, akkor egy hétig csak én, én leszek, mert elmegy Bist Pisti. Én pedig ilyen nagyon hosszú időre nem fog menni, de ö, lehetséges, hogy ilyen hétvégére elmegyünk valahova, vagy, ö, vagy ilyesmi. Illetve egy kicsit kitoljuk most a nyaralást, mert a családdal fogunk elutazni majd októberben ö, Spanyolországba. Az egy ilyen őszi kirándulás lesz. Egyébként félig meddig a meleg miatt is, mert ilyenkor szerintem oda ez ilyen öngyilkosság, de hát ez ilyen. Besegít majd VR Peti, az biztos. Pistő, hogy hova utazik titok, srácok, ez, ez, ez valami titok, majd ha szeretné, majd ő elmondja, higgyétek el, így is lelőttem a poént. Faika is utazik-e velünk? Nem. Faika, hogyha milyen utazunk, akkor ö, egy ilyen csodálatos kutya panzióban lesz. Amit már egyébként megszokott és nagyon szeret, úgyhogy oda fogjuk őt be, betenni. Hát nem hiszem, hogy lesz erről vlog, srácok. Mármint az utazásokról így külön. Kétlem. Egyébként is, végül is... A fene se tudja. Spanyolországba végül is csinálnék vlogot. Csak az a baj, hogy tudjátok, az ember családdal megy. Hát nem azzal akarok foglalkozni, értitek, hogy, hogy már kicsit, mert itt, még, itt vegyünk már még fel egy bírolt, egy kicsit, csak egy timelapse, csak egy timelapse. Nem nyugi nyugi, 10 perc, ígyunk addig egy kávét, szóval nem, nem ezzel akarok foglalkozni. De én gondolom ezt értitek. <laughs> Úgyhogy jaj, ja, ja. Amúgy lesz nálam kamera, ez biztos, tehát ez fix. Ez a kamera amúgy, ami itthon van. Azért is vettem, hogy mindenféle hülyeséget fotózzak vele, aztán persze arra használom, hogy webkamerának, de most erről ne beszéljünk. Ettől függetlenül tény is való, hogy ezt azért vettem direkt, hogy ilyen home családi kirándulásokat vegyek fel, nem home videókat csináljak, ez nagyon fontos. Majdnem kimondtam. Majdnem, de nem. Nem. Az már régi. Az 80-as, 90-es évek a home videó. Nem. Manapság már nem csinálnak az emberek ilyet. Főleg nem ilyen kamerával. Hát ahhoz bőven egy iPhone is. Tehát szagyjuk, Na mindegy, erről nem beszéljünk. Nem, nem, így, nem. Vigyáztam. Vigyáztam. Nagyon köszi egyébként mindenkinek a reggeli támogatásokat. Mivel ez nem egy happy hour, mondjuk akkor fel, is olvashatom. Mr. köszön két évet, potibácsi bácsi 21 hónapot, Kreatív Farm köszön 18 hónapot, Alukársok köszön 24 hónapot, Revi köszön a 2 hónapot, Fimózis köszön 19 hónapot, kösz a 25 -et. Sidnek köszi a cheer The Reader Girl kösz a szubot Kakasos a kösz a 26 hónapot. És Dr. Professzornak köszi a két évet special hour. Azaz, ez ilyen special. Hát igen, az még szívás, hogy elmész nyaralni és minden nap esik az eső. Bár egyébként úgy is vannak programok. Nem tudom, mondjuk attól függ hova mész. Persze, igen. Mondjuk, hogyha kirándulni akarsz, egy hétig, és esik az eső, az, az szívás. De mondjuk, hogyha valami városba mész, azért ott el lehet lenni. Hát, Grosszi, nem gondolkoztunk ilyen nagyobb kihagyáson. Elég kihagyás nekünk, amikor áprilisban elmegyünk New Yorkba. Meg most ugye elmentünk New Yorkba, ott azért hagytunk ki rendesen pár napot. Az nekünk elég volt. Nem annyira szeretünk napokat kihagyni, mert Hát nem tudom, annyira hozzászoktunk már ez az egész stream dologhoz Na, Meg amúgy nagyon szeretjük, szóval Annyira nem, nem hagynánk ki ilyen nagyobb időszakot Ez srácok, amit vettem magamnak ez a kamera, ez egy Sony A6400-as uh, Alfa A6400-as Szerintem eszméletlen Főleg egyébként az autofókusz funkciója, ami az előbb bagos volt, mielőtt, mikor elkezdtem a happy hour, de egyébként uh, eszmetlen durva az autofókusza. Egyébként autofókuszon használom most, tehát ez bármennyire is nem professzionális, ez full autofókuszon van, és olyan szinten tartja a fejemet végig az összes streamben, ami itthon volt, így van. Tehát ez ilyen, tehát best, de mégis, hogyha akarok nektek mutatni, mondjuk mit tudom én. Itt van a kupaknak, vagyis a fedele az objektívnek, és akkor így és most nem fókuszál rá, de tudjátok miért? Mert most meg akarom mutatni. Na mindegy, de itt van. Ott van. Túl közel tartottam. Itt van. És akkor így hú. És akkor vissza. Na. Na. Ez az. És hú. Na mindegy, fassa amúgy, de tényleg nagyon fasza. Nézzétek róla nyugodtan teszteket. Nagyon királyon működik. Egyébként. sony nincs professzionális autofókuszra használni? De egyébként tényleg nagyon durva. nekem bejön. Elméletileg vanára van ára, jó, hát van ára Máté, de én úgy voltam vele, hogy magamnak akartam venni egy ilyen fényképezőgépet per videó Vagyis kamerát végül is, amivel tudok csinálni fasz a képeket, meg videókat, és e, pluszban még tudtam, ugye tudom e, az is használni, hogy, hogy a streamhez, az itthoni streamhez, szóval nekem ez így rohadtul megérte. Igen, egyébként a 1650-es kitobi van most rajta, én nem vettem hozzá pluszba, mert azért az úgy eléggé. Uh, hogy is mondjam. Nem nem olcsók ezek az e-bajonettes Úgyhogy ez a 16.50-es mindenre megfelelő, ahogy látjátok. Tehát tényleg nagyon jó. Mondjuk esti videókhoz, meg esti fotókhoz annyira nem ajánlanám, de ettől függetlenül jó. Meg amúgy, na mindegy. Ha valaki komolyabban akar videózni, és most a fontos, tehát komolyabban akar videózni, akkor egy másik opit javasolnék. Mert azért ennyire nem fassza ez a, ez a, hogy is mondjam. Na mindegy, vannak ennek az objektívnek hátrányai, maradjunk annyiban. Mit szólok az, hogy Bartos kevesebbet fog Mi? Mi van? Nem is tudtam, hogy... Tudom, hogy ki az a Bartos, de hogy azt higgyétek, hogy nem tudom, mert tudom. De én nem is utó videózik. Még. Na mindegy. Inkább hagyjuk. Igen, egyébként Hank Modi, azt akartam mondani, köszönöm, hogy felhoztad ezt a dolgot, hogy ami nagyon meglepődtem, hogy természetesen ehhez is van speed booster, ami ugye egy elég drága megoldás ahhoz, hogy mondjuk rárakjunk egy Canon objektívet erre a Sony kamerára, de ami nagyon durva, hogy van hozzá gyári Canon átalakító, és egész tűrhető ára van. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy egy speed booster ilyen 2-300 ezer forint, egy darab ilyen karika, fém karika, jó, persze valamelyikben van plusz optika, de mindegy, akkor is annyiba kerül, de ez jóval olcsóbb a gyári átalakító. Úgyhogy tök menő. Nekem az nagyon tetszett. Ú, uh, srácok, várjátok már, most, most látom, hogy kérdezgetitek itt a setupot, most én vagyok hülye, de nincs leírva a, a mivel nyomjuk résznél, hogy nekem mi van itthon. Azt tudja, hogy a kamera nincs, ezt, ezt még nem update ez egyébként az én hibám, sorry. Igen. De, ott van. A mivel nyomjuk részt, hogyha, hogyha megnyitjátok a weboldalunkon, akkor ott van a... A cucc. Azért mondom, csak a kam kamerát még nem updateltem fel, de azt mindjárt beupdételem Hogyha már itt, itt vagyok, már úgy el fogom felejteni Ott van a, mi is az a setup? Azt hiszem, ó, oh, oh, az nem az Setup Jó, már valaki nyomta, ott van a jelenlegi hardvereink Nyomjatok rá És ott van egyébként a Tigris at home kategóriát nézzétek ott van a lejjebb görgetek, a streamer setup, és ott van az audio, meg a kamera is, csak mondom, most kam kamerát gyorsan átírom. Kamera, 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 mivel nyomjuk? Igen, igen, Roxon, és ígértem nektek, és még mindig nem csináltam meg, és szégyellem magam emiatt egyébként, de be fogom pótolni. Csinálok a mostani, így a jelenlegi setupról egy képet. Hogy néz ki? Uh, 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 um. Igen, igen, igen. Itt igen, igen. És azt mondja, hogy konzol stream kamera, webkamera. Hát ez nem egy webkamera, hanem kamera. Sony Alpha A6400. Plusz 1650. Mi ez? OSS. Sony 1650 OSS. Így van. OSS. <laughs> És akkor update. Na akkor most már a kamera is update -elve van. Here you go. Most már jó, most már jó srácok. Studio tour nem lesz, miről beszélsz? Volt már. Itthoni stúdiótól biztos, hogy nem. Hát ez annyit nem ér, basszus, hát ez, ez, ez egy setup, tehát. Ö, azt hiszem a monitoraim is be vannak így, vagy ez nincsen? Kéne egy itthoni setup, mi? Na, bassza meg, amúgy tényleg, ez nem gondoltam, hogy a amikor nincs beírva ez, a, hogy én itthon mit használok. Jó, ezt update-elem akkor a happy hour után, most nem akarom ezzel elhúzni az időt. Fajka alszik-e? Igen, alszik. Bizony. Mm -hmm. Hogyan készül? 5 percünket látod. Egyébként igen. Ez az volt. Hát, uh, Flappy úr, igen, az, az, itthoni setupomat mondom, azt, uh, azt Twitteren lehetett látni. Ez ilyen. Uh, Mr. Péter kösz a 25 hónapot, egyiptomi kösz a 19-et, és Gaffield Bridge uh, felét faékának felét neked, Jani. Köszi. Köszi, Bridge. Na, a megéri kérdéseket, srácok, azért, tehát van egy szinted. Most azért egy kicsit lejjebb süllyedtünk szintben. Uh, Mármint, hogy valamilyen szinten a happy hour képest. Tehát azért na, no, tehát a megéri kérdésekre már azért nem fog válaszolni. Tehát ne haragudjatok, de Va van mindennek határa. Ez van. kösz a kettő hónapot, és uh, csoki kösz a tizet. Mindig megéri. Egyébként ez igaz, piszok. Ja, piszok. Uh, eltüntette az üzenetet. De Bandera Spéj, teljesen igazad van. Tehát a lényeg az, hogy mindig megéri. Tehát, hogyha már megkérdezed, hogy megéri e valami, akkor az azt jelenti, hogy szeretnél valamit, ami azt jelenti, hogy olvassál utána a Google-be bassza meg, és hogyha tetszik, vedd meg. Ennyi. Hát ez te enny ennyire egyszerű. Így van, így van. Egyébként ajánlom nektek a legnagyobb troll oldalt, amivel én amúgy mostanában az mód szoktam szivatni, csak azért, mert ugye ő is azzal szivat embereket, a, ugye a, ez a kedvenc oldalam, A belinkelem nektek, tehát, ugye ezzel gyakorlatilag, hogyha ezt használjátok, hogyha oda a search mezőbe beírtok valamit, akkor kaptok egy linket. Ajánlom, hogy használjátok a rövidített linket, be lehet ö, rövidíteni a linkeket, és ezeket küldözgessétek az ismerőséteknek, hogyha tőletek kérdeznek valami fasságot. Tehát, nagyon egyszerűen működik. Tehát én ezt egyszer imádom, és utána a reakciókat az embereknek imádom. Legjobb, legjobb trolló, és az a durva, hogy nem is troll, hanem inkább ilyen tanító jellegű oldal ez. Nagyon tetszik. Egyébként a VOD nézőknek mondanám, a Let me google that for you oldalról van szó. hogyha bocsi, mert az kimaradt. Ja, mondjuk ott látszik a chat, hülye vagyok. De jó, tényleg itt látszik a chat. Ja, akkor jó. Akkor még az link is ott van. Nincs mit, nyugodtan használjátok, mondom, a legnagyobb, legnagyobb állatság ebből. Jó reggelt! Most Jani, arról beszél, hogy milyen játékokat fogsz majd játszani. Mik a terveid? Leon, jelenleg, megmondom őszintén, hogy tervem az uh, nem nagyon van. Én fejben készülök, hát valamilyen szinten a, erre az egy hétre, amíg uh, Pisti távol lesz. Hogy ne csak PUBG legyen, csak azért, mert egyébként alapvetően így defaultban az lenne, de természetesen igyekszem, hogy ne csak az legyen. Úgyhogy te tervezek játékokat. Az az igazság, hogy, hogy lehetséges, ezt most csak így nektek mondom el, de amúgy megmondom őszintén legbelül kicsit félek, hogy vissza fogunk nézni a Viszázs nevezeti horrorjátékhoz. Ami egyébként talán egy streamet megér, de lehet, hogy csak egy felet. Mert addig fogom bírni, majd meglátjuk. Ahhoz egyébként jön egy update. Hát én megnéztem a trailerét. Most belinkelem nektek, srácok. Én a trailer alapján mondtam, hogy ezek kizáld hogy játszak, de, de értetek lehet, hogy megteszem. Várjátok, mindjárt mondom. Uh... Mindjárt meg, mindjárt meg, mindjárt meg lesz. Aztán az, az biztos, tehát hogy ez egy, egy dolog, amit, amit úgy ö, szeretnénk, meg még van egy pár ötletem, de azt nem szeretném lelőni. az a hogy francia trailer találtam, miért? Ez az, váltok? Mindjárt, mindjárt, mindjá. Ez az. Srácok, belinkelem nektek. Na nézzétek bele, két perc az egész. Inkább nem, 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 nem igazán szeretnék. Mondom, szerintem így. Meg, meglátom majd, de július harmadikán jön egyébként ez, a, ez a, az update. Nem fogok vele rögtön játszani, ez fix. Ezt most mondom. De majd meglátjuk. Feltette, kösz a hét hónapot. lesz majd a kalózos. Mi? Nem. Nem hiszem. El tudnátok nézni egy kompetitív hetet? Hát meglátjuk. Az az a biztos, hogy szerintem összeszervezek egy Rainbow Six-et, azt tuti, a srácokkal, hogy legyen egy közös stream is. Majd mondom, alapvetően lesz pubgéza, meg egy ilyen valami kis horror, meg még valami, nem tudom. Gondolkozom, hogy, hogy hogyan, hogyan legyen izgalmas az a hét. Na, kis, ki, kismoszat. Nem tudom. Életemben nem játszottam még ezekkel az auto chess játékokkal. Azt látom, hogy gyakorlatilag az autócsesz most jelenleg az új Battle Royale, ami volt. Tehát így most ez a trend. Nagyon sokan játszanak vele. Nem tudom. Akit, akit hall, aki játszott vele, is ismerem, azoknak mindegyiknek nagyon tetszik ez az egész. De mivel, hogy én nem voltam sose nagy mobás, ezért annyira engem nem érdekel. Úgyhogy ö, én ebből szerintem ki fogok maradni, mint önmagában a lólos témában is kimaradtunk annó Pistivel. Ilyenkor jön az ugye most fel, hogy, hogy nem biztos, hogy a csatorna számára ez a legjobb döntés. Ö, ilyen stratégiailag. De pontosan erről szoktunk nektek beszélni, hogy le se szarjuk. Tehát, hogy így azzal játszunk, amivel szeretnénk, és így nem érdekel az autó szóri. Sorry. Tehát, hogy... Nem. Valahogy nem. Né nagyon sokan játszanak vele, nézzétek őket. E ez van. Nekem, nekem annyira nem, 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 jön be ez a dolog. De valószínűleg azért, mert nem értem magát a játékot, de hát ez ilyen. Például Blindnak nagyon bejött. Tehát gyakorlatilag ez az oka annak, hogy keressük az új negyedik tagot a spamba. De egyébként ennyi. Charlie Philpó, köszi szépen a 28. hónapon. <laughs> hogy ne játszanánk Gentry? Ez, tehát egy millió százalék, hogy az új koddal majd fogunk játszani, aki jön. Már ez egy kicsit olyan kérdés, hogy mikor lesz, de most erről ne beszéljünk, de... De ja, fogunk játszani, persze. Nem tudom. Nagyon kevés a játék van, mert Nagyon nem, ez nem igaz. Sok játék van, ami kijön, és nem játszunk vele. De azért az ilyen népszerűbb, vagy nagyon várt játékokkal 99 ban játszunk. Kivéve az autócsess játékok például. De egyébként tényleg szoktunk játszani mindennel, ami érdekes. Hmm. Jézus Isten. Na, szóval most már beszélgethetünk. Túl sok volt a mikor lesz, mi, lesz kérdés. Ez nem, nem ez, ez, ez elég, elég volt. Köszi szépen korán reggel. Ki, kifagyott az agyam tőle, mert az hogy elkezdtem komolyan venni ezeket a kérdéseket. Tehát amikor már elkezdem az ember feje komolyan venni az ilyen kérdéseket, akkor érzi, hogy valami, valami nem oké is. Na, amit meg akartam veletek mindenképpen beszélni ma, az egyik az, ez egy kis mini hír, de biztosan olvastátok, mert tele van vele az egész internet, hogy Johnny Ive eljött az Apple-től. Most már nem lesz Apple-nél. Johnny Ive, vége van, lehúzhatjuk a rolót, uh, ennyi volt az Apple, kész, befelegzett neki. Egyébként Johnny Ive a lead designer volt az Apple-nél, ő tervezte az iMac-et, a MacBook-ot, az iPod-ot, az iPhone-t, Hát meg az összes ilyen elég komoly terméket. Gyakorlatilag őt találtak, hogy hogy nézzen ki. Illetve az iOS 7. Igen, az iOS 7-nek na a nagy részét. Elég zseni a, a, a csávó, és ráadásul, ha jól emlékszem, még lovaggá is ütötték Angliába. egyébként a angliai, tehát londoni, azt hiszem, Johnny Ive. Úgyhogy nagyon durva emberről van szó. A ami... Érdekes, hogy ugye alapított egy saját designer céget, úgyhogy ő nem hagyja abba a melót, de az apple most kilép. Egyébként kétlem, hogy nem fog besegíteni a jövőben nekik, nem az apple mert azért elég komoly kapcsolata van a céggel. Ugye még, hát még annó Steve Jobs vette fel őt oda, úgyhogy elég, elég, elég epik elég epik. Ami látszott, ami engem nagyon meglepett, hogy mennyire komoly ember volt Johnny Ive, hogy kilépett a cégtől, és olyan szinten leestek az Apple részvények, hogy beszartok. Tehát, hogyha valaki akar Apple részvény lenni, az most. De most nem viccek, de már lehet már most késő egyébként, hajnalba kellett volna. De, de nagyon durva. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon komoly lépés így az Apple részéről. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Megmondom őszintén, hogy én nem féltem az Apple-t, mert hát higgyétek el, hogyha iszonyat komoly, nagyon durva szakembereket akarna felvenni, akkor megvan rá a pénzük. Tehát, hogy, hogy én nem féltem őket, biztos, hogy nem lesz ezzel semmi gond, de ettől függetlenül, hogy is mondjam, Johnny Ive volt az egyik ilyen eh, kapocsa, régi Apple eh, felfogáshoz szerintem ott a cégen belül, és ő is elment. Úgyhogy kíváncsi ezek, hogy most mi lesz. Na mindegy. Ez az egyik hír, amit akartam nektek mondani, a másik pedig igazság szerint csak meg akarom veletek beszélni. Most viccen kívül ez egy teszt akar majd lenni. Nehogy senki is le ilyen következtetéseket vonjon le. Mondtam nektek tegnap, hogy ugye megjelent a, a twitch ez a Subscriber Only stream. Na, srácok, az van, én nem akarok nem, továbbra is, amit mondtunk tegnap, az így van. Amit mondott Pisti, az teljesen jogos nem fogunk subscriber-only streamerket csinálni, de eh, technikai tesztet szeretnék csinálni, srácok. Mondtam is nektek tegnap, hogy lehet, hogy benyomnánk egy ilyen fél órára. Én technikailag kíváncsi vagyok erre, hogy hogy működik. Uh, úgyhogy ma délelőtt, még a délelőtt folyamán fogok csinálni szerintem egy fél órás kis streamet, vagy egy lehet egy kicsit hosszabb, de mindegy fél óra 40 percet, ami szubonni stream lesz, csak azért, hogy megnézzük, hogy ez milyen. De most tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Ö, nagyon kíváncsi leszek a főleg a nem a, a az, az élményére, hogy, 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 hogy ők mit látnak. Ha mindenig az 8 percet, vagy 5, 5 vagy 8 percet lehet majd ö, ingyenesen nézni, és akkor utána ki fog élni, hogy iratkozz fel. Na én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy működik. Úgyhogy ezt délelőtt még most a felen megnézzük. Fel akarom fedezni, tényleg fel akarom fedezni, hogy milyen. Meg arra is kíváncsi vagyok, hogy innen, tehát így a streamer részéről ez hogy néz ki. De szerintem amúgy kb. ugyanúgy fog kinézni, mint az elő. Úgyhogy ez, ez tényleg csak egy próba lesz. Nem fogunk stream only, vagy sub only streameket tolni, nehogy azt igyétek. Ez tényleg csak a kíváncsiság. Ezért lesz egy nagyon-nagyon rövid kis stream, még, még pluszba. Ö, és ö, aztán természetesen a nap -hát vő része az ugyanúgy alakul, mint eddig, szóval Uh, ilyen, ilyen, kettő környékén jövök, amúgy lehet egy kicsit már hamarabb, majd meglátom, attól függ, hogy hogyan alakul a napom, de akkor majd nyomatjuk neki ezzel rá. <laughs> Ez a mix, ez a uh, szike, ez a mixer stream és a délutáni stream között lesz ez a teszt. <laughs> Ki fognak akadni az emberek, biztos vagyok benne, de mondom én kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Aztán majd megmondjátok. Lehet, hogy akkor a nem szubok miatt ez csak egy negyed órás stream lesz. De nem, de tényleg, csak kíváncsi vagyok technikailag, hogy milyen. Uh, yes. Koda HCKR, köszi a Prime feliratkozást. És Berlioz, kösz a 7 hónapot. Nagyon szépen köszi. Azt nem tudom egyébként. Az egy jó kérdés. Na, de ezért nézzük majd ezeket meg hogy a subolni streamnél vajon a chat is automatikusan subolni? Vagy ezt én állítom be? Szerintem lehet, hogy én állítom be amúgy. Na majd kiderül. A gamer.hu már felkészült? Lehet. Nem tudom. Jó lesz. Megnézzük, hogy milyen. A podcast Ja, hogy arra gondolsz, Evink, hogy uh, hívunk -e meg mondjuk operatört? Vagy mire gondolsz kamera kezelés alatt? Egyelőre, a megmondom őszintén neked, hogy az nincs tervem, hogy operatört hívjunk, de a filmes uh, filmiparból egyébként szeretnénk több embert is meghívni, meg a filmes témákról beszélgetni a podcast abban, úgyhogy uh, lesz ilyen ember. Kifejezetten operatőr még nem, nem jutott eszünkbe, hogy kellene egyel beszéljünk. De amúgy érdekes téma lehet az is. Majd meglátjuk. A de Vier csak szubolni van, nyomja. Ez nagyon jó, igen. Lehet ez lesz a streamnek a címe, hogy mostantól akkor ez most már így lesz. Iratkozz fel, most csak 5,99 dollár. Nem, csak viccelek. Lilla, köszi a 8 hónapot. 4,99. Így van. Csak viccelek, mondos srácok, nem lesz semmilyen. Ne, nehogy félreértsetek. Tényleg csak egy technical test. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Egyébként láttam, tegnap ö, többen benyomták már. Dire rákerestem, meg lehet szűrni rá. Subonly streamet tudtok nézni. Hogy ki az, aki Subonly stream, el sub streamel. Nem, nem tudom mi értelme van, de mindegy. Egyébként többen benyomták tegnap. Nem tudom, hogy milyen, ö, nem tudom, milyen hatása lesz amúgy, de azt láttam, hogy ilyen külföldi partnerek, akik benyomták, ilyen tízen meg tizenöten nézték őket, és így. Jó, szar. <laughs> nem tudom, hogy mi volt. Na persze ezek kisebb streamerek voltak, azokat néztem. Nem Kaiserbit, én úgy tudom, de ezt fogjuk letesztelni, hogy amikor bejössz, a streambe, onnantól van 8 percet És hogyha jól, jól tudom, de majd ezt meg fogják mondani Azok, akik nem szubok, nagyon kíváncsi vagyok rá Akkor ez a 8 perc Ez úgy 8 perc, hogy Tehát, hogyha belenézel mondjuk itt a 15 másodpercet A streambe, kilépsz Akkor tehát Megáll a 8 perc Aztán visszajössz is folytatódik Én így tudom, tehát 8 perc Watch time-od van Összesen, ennyi Hát ez egy jó kérdés egyébként. Nem hiszem, hogy csak IP alapján azonosítana a Twitch. Igen, igen, VNK, ez így igaz. Egyébként basszus, a pont a Penta news meg tegnap kopasz a uh, Subonly streamről a cikket. Egyébként, hogyha érdekel valakit, akkor itt van. Itt van egyébként nagyjából minden infó, és itt van leírva, azt mondja, hogy az ingyenes nézési időszak 8 óra elteltével reszetelődik. 5 perc, nem 8 perc. De nem, én 8 percet láttam. A cikk szerint 5 perc. Kiderül, hogy kopasz mennyire volt ügyes vagy sem. De én is többről tudok. Meglátjuk. Ja. Úgyhogy ennyi srácok. Na jó. Azt mondom nektek, hogy legyen már ennyi a napindítóból elég. Közben nagyon szépen köszi még uh, Ko Kozi Dávidnak a két hónapot, Gentlemannek a feliratkozást, Papgerének a 25 hónapot, Miko? Uh, Mikó... Mikonyicki. Nagyon szépen köszi. Nagyon jó reggelt mindenkinek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok seg reggel srácok, itt a nap e, indítóban. E, jövök vissza hozzátok, mondom... Egyébként is. Na mindegy, kitalálom majd. Lehet, hogy korábban jövök vissza, mint én gondoltam, majd meglátjuk. Mindenképpen Csang, tehát dél előtt mindenki tudjon róla, ne lepődjön meg senki egy subonni streamet. Nem lesz hosszú, ez nagyon fontos, tehát ez tényleg csak egy technical test, hogy nézzük meg, hogy milyen utána annak vége, és pörög ugyanúgy a délutáni stream, ami természetesen nem lesz szubolni, azt lehet majd nézni ugyanúgy, ahogy eddig is. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyen szép napotok, hát itt továbbra sincs intro, úgyhogy elköszönök. Jó hétvégét, aki esetleg nem jön délután. Szevasztok!